Adri, hogy érzed magad? Egy nagy utazás. Lecsekkoltunk három gépű paraszt cigányt. De még van előttünk még egy csekk, ahol elvileg nem vihetjük be a laptopot. Ja. Figyelj, valami új kocsit ajánlhatok neked? Egy Smart. Menjünk a Szuparicsba. Na húzzuk. Na, sziasztok. Épp most vagyunk Budapest Feri 1 2B terminál. Egy óra múlva indul a francokat. Több mint egy óra múlva indul a gépünk Kutaisibe. Aztán onnan egy 45 perc, míg a szállásra érünk. Ugye mivel időeltolódás van 2 óra, így fontos érkezésünk az 6 óra, reggel 6 óra 15. Nem fogunk aludni, hanem megyünk tovább, és forgatunk is első helyszínünkön, az Zestafoné és külvárosa. Na, császtok! Sziasztok! Épp Adriánnal. Kötyös túrról itt teszünk, és olyan... Mennyi volt? 2000 forint. 2000 forint. Na, is beszéljünk róla. Hello, sziasztok! Nos, éppensége miattunk vár 40-valahány utas. Szégyen, bocsánat! Jó, szégyen, anya vécén volt ezzel, azt le akarja tudni, hogy ő nem hibás, szóval csak mi ketten Adriánnal, de nem aludtunk, vagy ha Adrián, te aludtál? Nem. Hát én sem aludtam. Jó, még rosszabb, de nem mondták be a nevünket. Dehogy nem. Ékes grúz akcentussal próbálkoztam. Szára Altari. Hát igen, még ott volok. Most a Budapest terminálnál meghallották, hogy az NCM Agency jön, és akkor egy teljesen olyan járatot indítottak nekünk. Hello, sziasztok! Nos, itt vagyunk Grúziában már, és hát már dolgozunk. Lesje érkeztünk, forgatásba bele se kezdtünk, de édesanyám, közmunkára fogott bennünket! Ez erről nem volt szó. Géza! Mondd meg, most hova megyünk? Géza! Hol megyünk? Kibaszott vízbe! Géza nem szereti a vizet! Hé, hey bro! Bocs, most ezt nem hagyhattuk ki. Tudom, hogy utálod a vizet, de... Na, srácok, most épp hol vagyunk, anya? Hol vagyunk? Mártvilsi. Na, Mártvilsi vagyunk, Grúziában, a hegyekben. Mennem is kell. Cín. Ára, ukám, mert upromec. Jó, cín. Erti! Erti! Ori! Erti! Erti! Bonne viroi! Ori! Nervi ulo, bit kulcsi, ame shala ragasse. Ori! In the middle of Georgia. This is unbelievable. The canal system is so great. Császtok, szóval. Oh. Kalóz támadásnak lehettünk ismételten részesei, de túléltük, mert ráti a sofőrünk. Tedd itt le! Ismételten egy ellenséges hajót láttunk. Lanni,
megröptettük a drónt a kanálban. Kanál. Elég komoly feladat volt azért, hogy azért szatellittel elég sok baj volt. Pontosan folyamatosan atti módban voltunk. Ugye aki nem tudná, az atti mód az full manuális. Ugye ilyenkor csak a VPS-t használja a drón, onnantól kezdve meg a drónpilótától függ minden. Hála jó Istennek minden sikeresen ment. És mindjárt itt lesz Adrián is. Várjál. Né, hey, Dadri! Mizu! Csá! Oké. Okay. Na, sziasztok! Most az Esztafoniban vagyunk megint, és egy tradicionális blues ételt ettünk, aminek a neve az, hogy Khingali. Ez egy ilyen tésztában elhelyezett marha és sertéshús. Ezt fölforralják, és akkor hát így készen tálalják. Ég. Szem, ég. Ide. Szóval még messze vagyunk, de lassan, nem sokára ott vagyunk. Elég meredek a helyzet, mert... Hát hogy mondjam, ijesztő. Szóval... Bárhol mész, mindig ilyen meredek. Ez a semmi igazából. Na mindegy. Szóval nagyon szép helyek vannak. Nem elég ehhez az országhoz, Grúziához, még egy hónap se, hogyha az ember tényleg meg akarja nézni, hogy ilyen csodás dolgok vannak. Na most itt vagyunk a hegyekben, és éppenséggel, ahogy látjátok, itt eszünk, kiszunk, nem ismerjük őket, de hát itt Grúziában ez egy szokás, bárki jön, akivel találkoznak, leülünk, aztán szórakozunk, iszunk, beszélgetünk. Na mindegy, szóval megyek is. Sziasztok! Na szóval, most megyünk Rácsában. És Adrián nem bírja ki, hogy ne fotózzon, szóval meg ezzel mutatom még egyszer, hogy csinálja. Na, sziasztok! 1500 méteren vagyunk a hegyen, és mivel itt nincsenek ABC-k, így vize. Szóval, ahogy említettem, folyadékot a anyaföldből kapunk, vagyis a hegyekből. Köszönje! Nem kérek. Kéred. Jó, akkor kérek. Ma leesett abból. Úrizmény. Valódi, ami föld alatt volt. Ott. Egy kis sütögetés a hegyekben, szóval ezt sem ússzuk meg. Nem engednek el minket. Szóval bárhol megállunk, ott legalább egy órát ott kell lennünk. De nem baj, ezt megszoktam már. Szóval eddig mentek a jó úton, és most éppenséggel a hegyek útját járjuk, ami egy kicsit nehéz lett. Oda megyünk föl először, és aztán tovább. Most 5 kilométert kell így menni. 5 kilométert, és aztán... Jaj, egy pohár. És aztán elérkezünk a 9 keresztek hegyére. Ez egy ilyen tükörfordításnak nevezni. Na mindegy, szóval éljétek meg ti is velünk ezt a kalandos utazást. Na, hello!